Kedves nézőink, most egy kicsit tovább lépünk, Kelet-Európa más szemmel, ezúttal mondjuk úgy, hogy a művész szemével. Meghívottunk lesz Brian James Johnston, akinek fotótárlatát ma 6 órakor nyitják meg Kolozsváron az Apáczai Galériában, vagyis az Apáczai Csere János Líceum Ícsébröti János 26 szám alatti dísztermében, Király utca egyébként. Kollégáink a tárlat előkészítésén forgattak. Itt lesz van a kiállítás? Nem szándékoztam, hogy fényképez, nem képzeltem el, hogy lettem volna fényképez egyáltalán románim, ez csak az őrcsodásra működik. Nem? Diákok mondtak, hogy Brian, kéne csak egy kiállítást csinálni. Úgy érzem, hogy ezek a fotók végül is egy olyan embernek az alkotásai, aki belülről láttatja a motivumokat. Tehát itt, ahogy valaki meg is jegyezte a látogatók közül, hogy még azon fotóin is érződik az emberi jelenlét, amely fotókon mondjuk konkrétan nincsen emberi alak. Én ezt annak tulajdonítom, hogy annyi melegséggel és átérzéssel adja vissza a témát, az általa választott témát olyan szögből, hogy mondjam így, a tájat, vagy egy épületet, vagy bármit, mondjuk akár az állatokat is, mint egy humanizálja, tehát az embernek ugye a lelkületét beleviszi. Portrék azok úgy gondolom, hogy nagyon jó emberismeretlőről tesznek tanúbizonságot, és azt érzem, hogy ezeket a modelleket ő személyesen is megismerte, és velük húzamosabb időt töltött. Tehát nem véletlenszerűen születtek ezek a portrék, tehát valahogy emberi kapcsolatot érzek ezen fotók mögött. A tanár úr szereti nagyon a falusi életet, ugye a falusi szokás. Mikor mennek, hogy szedik össze a szénát, mikor kaszálnak, nyáron mennek kaszálni. Mint ha egy festőnek a szemével látna a világot, és úgy általában ezen alkotások egyik jellegzetessége az, hogy a színvilágot is bekomponálja. Azt hiszem, hogy már sajnálom, hogy nincs itt egy zongora, meg nekem egy hegő, és akkor muzsikálnánk, lehet, hogy jól megértenénk egymást önnel. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Brian James Johnston zenepedagógust, remélem jól mondtam a nevét, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük egy kicsit a múlttal, a történelemmel. Még annak idején, ha jól tudom, a kommunista időkben érkezett Kelet-Európába. Igen, 82-e. Megkaptam egy ösztöndi, mert zenetanár voltam az általános iskolában. Kanadában. Igen, Kanadában, és megkaptam egy ösztöndit, hogy tanulni
Ám Kecskeméten a Kodály módszert. Kodály módszert, igen. Ez ilyen, olyan híres, hogy még Kanadában is igen, mert használtunk ám az iskolán. Jó, és akkor ön megkapta az ösztöndíjat, jött Kecskemét, mint cél. Igen, igen. És Kecskeméten mennyi időt töltött? Másfél év. Másfél év. Másfél és Kecskemétről hogyan került Erdélybe? nagy érdekes kérdésem, mert amikor mielőtt tanultam Kecskeméten, voltam Romániában négy napot, és nem volt nagyon jó élmény. Nem volt jó élmény, és azt mondta, hogy nem megyek vissza soha. Ön volt négy napot, én addig már éltem 20 éves, nekem sem volt jó élmény. Igen, jó. És de mikor visszamentem Kecskemét után, mindig éreztem magam, hogy valamikor vissza kell menni Kelet-Európába. Uh-huh. Nem, hogy gondolkoztam Romániáról, csak forradalom után kezdettem gondolkozni, mi lesz ott, és mi van a magyar kisebbség Erdélyben, Romániában. Kanadában voltak olyan ismerősei, barátai, akik tudtak beszélni a romániai magyar kisebbségről, Erdélyről? Kevesen voltak, de hallottam valamit. Zenepedagógusként, tehát azért úgy gondolom én, hogy bátorság kell hozzá, hogy még a forradalom után is rendben, Romániában demokrácia született, van, volt, de kellett egy bátorság, hogy teljesen idegenként idejön, és elkezdítem is tudom, csak nézelő, és aztán dolgozni. Ez igazság, hogy éreztem, hogy akartam dolgozni, vagy élni egy pár hónap Romániában, és Demeter Zsuzsa, egy angol tanár, az apáca, javasolt nekem, hogy lehet jönni, de nem hivatalosan, mert bonyolult lett volna, inkább, hogy jövök, mint turista vízum. És kezdettem dolgozni az apácán. Tulajdonképpen fekete munkás mondok voltam, mert nem voltam hivatalosan, de nagyon jól éreztem magam, és most örvendek, hogy ma este lesz a kiállítás pont, ahol kezdettem dolgozni. Tehát ugyanott lesz a kiállítás, igen, ahol ön fekete munkásként, úgymond idézőjelben, igen. fekete munkásként kezdett dolgozni, hát ez gyönyörű. Jó, de onnan tovább lépett, és akkor már turistából átved lett, hát mondjam úgy hivatalos munkavállalóvá, tehát hivatalosan kezdett dolgozni. Jól tudom, hogy a teológián, tehát a protestáns teológia intézetnél. Igen, ez az első éve kicsit vándoroltam, és a következő szeptember 93 volt lehetőségem tanítani a református teológián. Már akkor zenészként? Angol tanár és zene. Mindeket kombináltam. Zenepedagógusként azért azt hiszem, hogy letett valamit az asztalra. Én emlékszem, hogy hát a kórust egy kicsit úgy megszervezte. Igen. Megalapítottam egy férfi kar, mert több fiú van a teológián, mint lán, és gondoltam, hogy nem volt már egy másik kóros, négy szólam vegyes kor, és én gondoltam, hogy érdekesebb lesz egy férfi kar, és megalapítottam 96-ban. Nem, szóval 15 éve ezelőtt. Tehát és azóta is működik ez a férfi kar. Igen, voltunk Kanadában kétszer. Két turné már volt Kanadában. Ami végül is nagy dolog, és ez a kiállítás, hát ez nem, ez egy fényképészeti kiállítás, egy fotókiállítás. És állítólag ön Kanadában nem foglalkozott fényképészettel. Igen, és nagyon érdekes dolog, mert amikor megérkeztem Romániában, nem gondoltam volna, hogy fényképész lettem. És csak lehet a táj, mennek itt az ön fényképei. Igen, igen. Ez például hol készült? Babelei. Igen. Ez tehát, tulajdonképpen ezt a kép, ez Brassó. Ez Brassó. Igen. Tehát ön bejárja Erdélyt. Erdélyen kívül is szokott járni? Tehát Romániát igen, úgy. Igen, igen.
Igen. És ott Szent Anna tó van. Szent Anna tó. Igen. Hát azt itt hiszem, Kolozsvár. Hogy... Kolozsvár, megismerjük. Azt hiszem, hogy mindegyikről nem tudnánk, biztos, hogy rengeteget tudnánk beszélni róla. Tehát miért érezte azt, hogy na most fényképét, tehát fényképezőgépet kell megfogni és megörökíteni? Lehet nehéz megmagyarázni, de a táj, a nagyon szép változatos táj inspirált engem. És tulajdonképpen az első kiállítás történt, mert a diákjaim sokat bátorított engem, hogy meg kell mutatni. Igen, kell mutatni a képeket, amit... Székely Géza tanár úr azt mondta, hogy a portréin azt érzi, hogy személyes kapcsolatok is vannak ezek mögött, a fényképek mögött. Valóban így van? Nagyjából van. Lehet spontán fényképezni. Ez az öreg azt mondja, mi van, és tulajdonképpen nem beszéltem vele, és se tudja, hogy fényképeztem őt. De a két öreg bácsi, már beszéltem velük, 10 perc minimum, és megismertünk egymást. Szerintem jobban megy a portréképet, ha lehet. Hogyha el tudod képzelni, hogy mit teszel mögéje, vagy mi van mögötte? Igen. Voltak olyan találkozások, ismerkedések, amelyek úgy megmaradtak az emlékezetében, hogy visszagondol évek múltán is? Hogyha valakivel találkozott? Tehát az, ami kiemelkedően fontos volt? Egy kicsi gyerek, egy öreg ember, egy öreg asszony. Ez az árva, amit fényképeztem Zsobokon. És nagyon pozitív hatás volt, mert a fiú látta a képet a kiállításon, a Zsobok kiállításon és a Magyar Színházban. Hány éve? Tulajdonképpen 93 óta Erdélyben, az már 17 éve. Úgy lélekben egy kicsit itt belül, úgy Erdélynek érzi magát? Igen. És, de ha mondani az igazságot, hogy a sponsor ez jön Kanadából, mert én kapok a fizetés kanadai, szóval kicsit jobb ezt a kapcsolat, de nagyon jó érzem magam itt Romániában. Ez lehet, hogy indiszkrét kérdés, de akkor még számíthatunk arra, hogy még hosszú éveken keresztül itt marad? Itt szeretnék. Szeretnék. Mitől függ? Hogy jó egészséges vagyok itt, lehet, hogy ha lesz valami probléma, lehet jobban leszek Kanadában, de még van 5 éve, amit lehet dolgozni, és amikor megyek nyugdíj, tudok itt élni, és tudok Kanadában élni, tudok kombinálni. Kell venni Zsobokon egy házat, és akkor ott lehet élni. Igen, ott van, biztos van egy jó ház. Ismerem valaki, ki megvett egy házat Zsobokon. Gondolom, hogy ha majd úgy alakul, és haza kell mennie Kanadába, azért kellemes emlékekkel fog ugye hazamenni? Vagy lesznek kellemetlen emlékek is? Nagyjából kellemes. Szeretnék írni egy könyvet valamikor, de hogy ez az én reflections, nem csak a fényképtek, amit hogy éreztem magam itt Romániában. Engem nagyon érdekelne, megpróbálom, illetve felteszem a kérdést, hát hogyha sikerül választ is kapni rá, hogy ön kanadaiként, kívülállóként idejött, ugye, és itt azért csak kell érezze, hogy itt hát románok, magyarok, romák, vagy cigányok együtt élnek. Hogyan látja ön idegenként az együttélést, van-e itt harmónia, mi a véleménye erről? Én éreztem, hogy egyre jobb a kapcsolat, és amikor csinálok koncertet a teológián, mindig kombinálok a román énekesek és a magyar énekesek, és nagyon jól vagyunk együtt. És a romákok lehet, sokat fényképeztem, de nem igazán dolgoztam velük. Értem. Tehát azt még nem ismeri annyira. Hát térjünk vissza a kiállításra, tehát itt befejezzük a műsort,
ön rögtön megy, és kiállítás megnyitó. Elmondom még egyszer, hogy az Apáczai Csere János Liceum dísztervébe, tehát az Apáczai Galériában lesz ennek a kiállításnak a megnyitója, és meddig tekinthető meg? Május 7-ig. Május 7-ig. Tehát akkor elég több, mint egy hónapig. Yeah, ez majdnem 5-7. És van arra is terv, hogy elviszi még máshova is, Kolozsváron kívül? Kecskeméten a nyáron lesz még egy nagy kiállítás. Közben nem hiszem, hogy lesz, de még nem lehet tudni. Hát akkor köszönjük szépen Brian Johnstonnak, hogy James Johnstonnak, hogy itt volt velünk. Sok sikert a kiállításhoz. Köszönjük. És azzal az ígérettel váljunk el, hogyha megjelenik a könyv is, amit nagy szeretettel várunk és érdeklődéssel várunk, akkor arról is majd beszélünk. Jó? Nagyon köszönöm. További jó munkát kívánok.